ilyenkor, sajnos vagy nem sajnos, ki kell cserélni az egész Bogdan külsőt. Vinnai Zsolt azt mutatja, hogy a napokban bevittek hozzájuk egy biciklit, aminek ki kell cserélni a Bovdeneit. A kerékpáros azt mondta, a gumikat, a féket és a váltót minden esetben rendben kell tartani a biztonságos közlekedéshez. Akinek van műszaki érzéke, az otthon is elvégezheti a tavaszi karbantartási feladatokat, de néhány évente érdemes szakembernek is megmutatni a bringákat. Nagyon gyakori, hogy a guminyomást leenged, kicsit, valamikor nagyobbat. Érdemes kerékpárt használattól függően, attól függ, hogy mennyit megyünk, hány kilométert megyünk vele, évente, két évente teljesen átzsírozni az agyakat, teljesen átnézni mindent, de ha aki nem rendszeresen használja, az is csak fordul, bármelyik szervizre forduljon be, egy pár perc alatt ránéznek, mert hogyha egy kerékpárt rossz állapotban használunk, akkor az idővel sokkal nagyobb fog kerülni majd a javítási költség. A biztonságos közlekedéshez a kerékpár műszaki állapotán kívül fontosak a kötelező felszerelések. Szikszai Tihamér, a Megyei Baleset Megelőzési Bizottság titkára azt mondta, a balesetek elkerülése a kerékpárosok felkészültségén is múlik. A városon belüli közlekedésnél általában a gyalogátkelő helyen kerékpározva történő áthajtás, amikor nincsen kerékpáros átvezetési pont, ez egy nagyon balesetveszélyes helyzet. Kérek mindenkit, hogy ahol le kell szállni a kerékpárról, ott szálljanak le a kerékpárról és tolják a kerékpárt. Nyilván, ahol át lehet menni a kerékpáron hajtva, ott viszont ő is fokozott figyelemmel tegye ezt, hiszen a gépjárművezetője, bár remélhetőleg figyel rá, lehet éppen takarásban, de győződjön meg arról, hogy megkapja az elsőbségét. Lakóterületen kívül nyilván a láthatóság, ami egy nagyon fontos dolog, legyen látható a kerékpáros, hiszen akkor tudja a gépjárművezetője kikerülni. Az alezredes elmondta, a bicikliseknek elsősorban a kerékpárutat kell használni. Ha nincs számukra kijelölt út, akkor a kerékpársávon, az útpatkán és legvégső esetben az úttesten is közlekedhetnek, betartva a KRESZ előírásait. A titkára arról is beszélt, hogy a jogszabály megengedőbb az alkoholfogyasztással kapcsolatban, de a rendőr eljár azokkal a kerékpárosokkal szemben, akiken látszik az ittasság.